Tokaj hegyalja az asszú hazája, a messze leghíresebb magyar borvidék a világon. Mi tenni még izgalmasabbá régió felfedezését, mint hajóval megtenni? A kikötőkből izgalmas pincelátogatások, kerékpártúrák, várak, lovas élmények és gasztronómiai különlegességek elérhetőek. Tavaly május végén adta át Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az idéglenes tokaji nyaralóhajóbázist. Egy esztendővel ezelőtt a kormány a nyaralóhajó turizmusra 4,6 milliárd forintot különített el, amelyből hajókat vásároltak, kijelölték a vízi utakat és kikötőket is építettek. A program megvalósítására a felső Tisza vidékét és a Bodrogot szemelték ki, mert ezen a területen vannak olyan turisztikai célpontok, amelyek a nyaraló hajó célközönségének vonzóak lehetnek. Ebből a kikötőből indulva a vendégek el tudnak menni a Bodrogon a szlovák határig, fölfele a Tiszán Dombrádig, hiszen az engedélyezett hajózási útvonalnak a vége ott van, illetve lefele a tiszalöki zsilipig. Mindegyik hajón, nem tudom, hogy mennyire látszik, de remélem, hogy látszik, mindegyik hajón ugye van a külső és belső olyan felszerelések, amik részben a hajónak a biztonságát, részben pedig az ideérkező vendégeknek a biztonságát szolgálják. A külső biztonsági felszerelések, ugye ez a három fekete gumicsík, ami a hajótesten van, mindegyik oldalon a pufferek, ezen kívül mindegyik hajóban van egy navigációs berendezés, ezek a berendezések segítik a vendégeket abban, hogy a folyómedernek a megfelelő szakaszában közlekedjenek, illetve ami a vendégek biztonságát szolgálja, ugye kötelező felszerelésként a mentőpatkó, illetve annyi mentőmellény, ahány férőhelyes maga a hajó. Tehát felnőttek számára és 30 kg-os súlytól pedig gyermekek számára. Amennyiben olyan családok érkeznek, ahol a gyerekeknek ugye a súlya nem éri el ezt a 30 kilót, ott mindenképpen felhívjuk arra a figyelmet, hogy az ő biztonságokról nekik kell gondoskodniuk, tehát hogy ők legyenek azok, akik a kisgyermekekre az úszó mellényt felrakják. Erre kötelező jellegű szabályozás igazából nincsen még Magyarországon, de nyilván minden felelős szülő el fog követni mindent azért, hogy a gyerek jól érezze magát, és a hajón biztonságban tudjon tartózkodni. A Tiszató, Sárospatak, Tokaj vagy éppen Szerencs a kiépült és épülő kerékpárutak együtt olyan kínálatot alkotnak, amely sikerrel kecsegteti a programot. A hajókat azok a felnőttek is vezethetik, akiknek nincs hajóvezetői engedélye. Részt kell venni azonban egy oktatáson, mielőtt vízre szállhatnak. Ahhoz, hogy mi a vendégeknek az egészségügyi alkalmasságát tudjuk ellenőrizni, ehhez egy gépjármű, akár egy B-kategóriás gépjárművezetői engedély szükséges, hiszen abban benne van, hogy ugye mettől meddig alkalmas az ő orvosi vizsgálati eredménye arra, hogy járművet vezethessen, nyilatkozni kell úszástudásról, egy hajón legalább két főnek kell lennie, aki itt a helyszínen elméleti és gyakorlati oktatáson részt vesz. Ez azért fontos, mert ezekhez a hajókhoz a kötelező szabályozásoknak köszönhetően nem szükséges hajóvezetői engedély. Jó? Tehát az ideérkező vendég kap egy elméleti oktatást, ebben benne van a hajózási szabályzatnak a kivonata, illetve megismerkedhetnek a vízügyi sajátosságokkal, az egyéb olyan vízi járművekkel, amikkel találkozhatnak itt a vizen, beleértve a kajakenusokat, a kismotorcsónakokat, a sétahajót, és különös figyelmet fordítunk arra, mivel nagyon sok olyan felső vagy alsó köteles komp közlekedik mind a Bodrogon, mind a Tiszán, amiknek a megközelítése nagyon nagy odafigyelést igényel. Tehát itt tudni fogják azt, hogy milyen sebességgel, milyen távolságra közelítsék meg a vízi járművet, milyen jelzésekre kell, hogy odafigyeljenek, hogy a hajónak az orrába a fekete zászló, és a kompnak az orrába, hogyha fehér zászló, hogyha ki van téve, akkor az a szabad áthaladás jelzi, de ettől függetlenül meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a sodronykötél az minden esetben a víz alatt helyezkedik el. A törvény szerint szabálysértésnek számít, ha valaki gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezet, úgyhogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy az említett járművek vezetését olyannak engedte át, aki fogyasztott alkoholt. Itt ugyanúgy, mint a gépjármű vezetésnél, ugyanazok a szabályok vonatkoznak ide is. A vendégek azok nyugodtan fogyaszthatnak alkoholt bármikor, amikor szeretnének, de az a két fő, aki a hajó vezetésére jogosult, őnekik beszámítható állapotba kell lenni. Tehát nem csak alkoholos befolyáltság, hanem bármilyen más boldult állapot kizárja azt, hogy ezzel a hajóval induljanak. Tehát akár egy betegség, rosszullét, gyógyszernek a mellékhatása, vagy bármi más. A hajózás mellett a vendégek megnézhetik a helyi látnivalókat, megkóstolhatják a helyi specialitásokat is.